Ez is egy első találkozás, hölgyeim és uraim. Az a helyzet, hogy én, hogy egész őszinte legyek, szégyen szemre, kedves Szilvia, én a létezéséről is alig tudtam, pedig aztán, hogy az internetet megnéztem, tudtam, hogy vendégem lesz, hát rengeteg érdekesség is, és rengeteg adat, minden. Képzelje el, hogy ezt most magának mondom, talán a néző is tudja használni, és akkor közelebb kerül Lubics Szilviához, hogy mivel is foglalkozik ő a sportban, hogy mikor elolvastam az eredménylistát, azt tudtam, hogy nem fogom a nézőknek felolvasni, mert akkor nincs másról időnk beszélni. De csináltam egy statisztikát. 6 egyéni csúcsát vettem különböző teljesítményekbe, és összeadtam. Magának is elmondom, és önöknek is. Tehát Szilvia, aki 6-szoros sportatlan győztes, amely darabja 245 kilométer futás, persze. Tehát összesen 21 kilométeres félmaratont vettem, az egyéni csúcsát, 42 ugye a maraton, egy kicsivel több nem baj, arra nem nézünk, a 100 kilométeres futás, a 24 órás futás, ami 232 és fél kilométer a teljesítménye, 142 kilométer, egy 12 órás futás, Balaton körül ez ugyanannyinak látszik, és a sportatlon, ugye, ami 245, és az 56 óra, most elfelejtettem. 26 óra, 53 perc. 26 óra, 53 perc, másodpercet nem mérik már nagyon. Na kérem szépen, elég az hozzá, hogy 1170 kilométert futott ez a hölgy, miközben az egyéni csúcsait futotta. Más nem tudok mondani, nagy hírt. Igen, 26 óra, 53, 40 másodperc. Most már látom, 6-szoros magyar bajnok, elég ennyi. Én azt gondolom, ha nem haragszik, hogy nem arra szánta magát ifjú korában, hogy ilyen távokat fusson. Mikor fertőződött meg ezzel? Egész különleges dolog ez. Igen, tehát én abszolút nem szerettem futni, sőt a sport is teljesen távol állt tőlem, még a gimnázium végéig, sőt egyetemben se volt. Nem volt senki, aki sportolt, és végül is az iskola is, ahová jártam, nem volt semmi motivációm, vagy nem éreztem ezt, hogy én azt szeretném, vagy nem volt előttem olyan példa, hogy ez jó lenne. És ez még Jászberény, vagy már? Jászapátén jártam én gimnáziumba, ott nőttem föl, tehát 18 éves koromig mi ott éltünk a szüleimmel, és egyetemre Pécsre jártam, de még az egyetemi évek alatt sem mozogtam, ezt már sajnálom azért, mert Pécset lett volna lehetőség, de igazából nem volt ez bennem. Én mindig fogorvos szerettem volna lenni, tehát 7. általános iskolás koromtól, és nekem az volt az álmom, hogy én ezt megvalósítsam. Hát hogy ezt meg is valósítottam. Fogorvos legyen, igen, és ami még álmom volt, az, hogy szerettem volna nagy családot, tehát 3 gyereket, ami szintén megvalósult, úgyhogy egy szerencsés embernek mondhatom magam. És az egyetem elvégzéséig bennem egyáltalán nem volt az, hogy mozogjak, viszont utána azért vagy több időm volt, már nem kellett ugye annyit tanulni, dolgoztam, és egyedül voltam, akkor még nem tudtunk összeköltözni a férjemmel. És akkor felszabadult időben elkezdtem járni akkoriban még csak aerobikra, illetve egy alkalomszerűen kimentem néha futni, de ez egy nagyon rövid szakasz volt, viszont jó szakasz volt az életem, ezt szerettem, megszerettem a mozgást. Viszont terhes lettem az első kisfiammal, és veszélyeztetett terhes, tehát abszolút ez ugye nem szabadott mozogjak. És viszont azért már az igény ott volt, hogy vágytam arra az érzésre, amit a mozgás adott, és hát már 2 gyerekes anyukaként legalább leginkább otthon tornázgattam, amit a gyerekek mellett tudtam alvás időben. Viszont a középső kisfiam 2 éves volt, amikor úgy éreztem, hogy annyira szeretnék megint kimenni futni, mint annak idején az egyetem után. Egyszer csak úgy. Igen, úgy egyszer csak, hogy erre így vágytam, hogy kimenjek, és akkor ne szóljon hozzám senki, ne kelljen mások kéréseit teljesítem, csak úgy legyek, és élvezzem, hogy csicseregnek a madarak, és egy kicsit szóval, szabad vagyok. A gyerek zsivajba, meg egyáltalán az otthoni munkába, háztartást is vezetett? Igen, és dolgoztam is.
tehát nekem nagyon hamar vissza kellett mennem, igen, dolgozni, és így szükségem volt egy kis időre magamra. És hát innen indult, és nagyon hamar nőttek a távok számomra, tehát nagyon bocsánatot hamar... Bocsánatot kérek, ha megkérem, hány éves volt ekkor? 28. Végülis 28 évesen kezdtem el futni, úgyhogy a mindennapjaim része volt, de nem szerettem volna én ezzel semmit elérni, tehát ez nem szólt semmi különösről. Annyi volt, hogy mindig voltak kisebb céljaim, futni egy félmaratont, amikor az meg volt, akkor miért ne egy maratont? Ezek persze elég rövid időn belül. Bocsánat, hogy megszakítom, elnézést kérek, hogy hát, mert neki megy 21 kilométernek, nincs a háta mögött semmiféle előélet a futásban, akkor a férje futott, vagy valaki egyáltalán, miért éppen... Igazából fogalmam, a futás az azért volt, mert ezt tudtam megoldani a picik mellett. Tehát azért kisgyerekek mellett nem tudtam elmenni mondjuk esti aerobik órára, mert akkor volt fürdetés. Tehát a futás volt a kézenfekvő, amit azt gondolom, hogy egy anyuka meg tud oldani, mert bármikor lehet. Mikor mondjuk futott? Teljesen változó volt, leginkább hajnalban, amikor még aludtak a gyerekek. Aztán, hogyha éppen volt valaki, aki vigyázott a gyerekekre, mondjuk amikor én rendeltem, volt egy nénink, aki vigyázott a fiúkra, és akkor egy picit megtoldottuk a rendelést, még ott maradt egy fél órát, órát, én addig futottam egyet. Tehát mindig bepasszintottam valahová napba. Volt valaki, aki irányítsa, hogy készüljön fel? Nem, abszolút. Fogalmam nem volt semmiről, egyszerűen csak kin akartam lenni egy kicsit. Tehát semmi terv nem volt, nem voltak ezzel céljaim. A félmaratont is annak idején emlékszem, rádióval futottam a fülemen, és akkor volt szó róla, hogy lesz a Budapest félmaraton, akkor is volt már, és akkor azon gondoltam, fú, ez milyen klassz lehet, hogy vagy milyen lehet egy ilyen verseny, én sosem versenyeztem, és nem voltam így, hogy tömegbe futok. Arról lemaradtam, mert már nem lehetett nevezni, viszont abban az évben még a Bécs-Budapest szupermaratonnak az utolsó napjára befértem, be tudtam nevezni, ott egy félmaratonra, és hát az nekem valami hihetetlen élmény volt, hogy annyi ember között, és hogy egyáltalán ezt teljesíteni és tudom. Hányadiknak érkezett? Ó, fogalmam nincs, nem is volt jelentősége. Tehát, hogy, de hát persze, maga a teljesítés. Igen, az, hogy én megcsináltam, az nekem egy hatalmas élmény volt, és olyan erősnek éreztem magam tőle, hogy én erre képes vagyok. És ez ugye ősszel volt, és hát én nem szeretem a telet, tehát nagyon nehezen tudom kilögdösni magamat, főleg mozogni, és akkor úgy gondoltam, hogy ahhoz, hogy ne hagyjam ezt abba, és hogy a telet végig tudjam futni, kell valami olyan, ami miatt én kimegyek, és kitaláltam, hogy akkor tavasszal benevezek egy maratonra, és akkor így végig futottam a telet ennek a maratoni célnak az érdekében. Tehát valaki mondta, hogy készüljön fel? Nem, csak én... Ez mind teljesen egyedül. Igen, akkor tehát sokkal kevesebb információ volt annak idején azért még a futásról, tehát ma már azt gondolom, hogyha valaki csak úgy nekiáll, az interneten rengeteg dolgot be tud úgy, küldteni. Úgy ez, mint ez a múlt században lett volna. Hát de nagyot változott ilyen szempontból azt gondolom a világ, tehát, nem volt annyira népszerű még a futás. Most azt gondolom, hogy ebben történt egy nagyon nagy változás. Sokkal-sokkal kevesebb futóverseny volt, sokkal kevesebb volt az a fórum, ahol egyáltalán más futókkal tudtam én kapcsolatba kerülni. Nem voltak edzéstervek, ma már a net tele van, tehát hogyha valaki akar futni egy félmaratont. De neki ment mondjuk egy félmaratonnak jó 21 kilométernek. Ha az ember készületlenül neki vág, hát azért az veszélyeztetett. Én készültem rá. tehát én nyilván ez rendszeresen edzettem. Tehát de futottam. Úgy, hogy a távot többször lefutotta? A félmaratont még nem. De a maraton előtt már futottam egy pár 30 kilométeres edzésnek. Tehát azért volt olyan fogalmam, hogy nagyjából mi az, amit kell csináljak. Jó, hát a futás viszonylag természetes mozgás, valóban az embert megkergetik, már tud futni. Igen. De az, hogy mindenfajta segítség nélkül azért az elég csodálatos. Én nagyon sokáig ilyen úgy edzettem. Ilyen mániásan rád, már bocsánat. Nagyon sokáig, tehát én 2006-tól futok ultratávokat, tehát a maratoninál hosszabb távokat. 2007-ben voltam először válogatott 100 kilométeren, és én még ott is egyedül készültem arra. 2008-ban volt először segítségem, ő sem edző volt, csak egy nálam tapasztaltabb futó, aki segített az első Bécs-Budapest egyéni felkészülésen. Ő is ilyen hosszabb távokon. Igen. És a férj uram mit szólt mindehhez? Velem együtt kezdett el futni annak idején, és hát nagyjából követte az én
fejlődésemet, tehát egy picit fáziskéséssel, de mindig akkor ő is futott először félmaratont, egy kis fáziskéséssel maratont, és hát most már ő is ugye az ultratávokat futja. De megkapta a fertőzést. Igen, igen. De ez hát nagyon jó. Hát a gyerekek. Jó. Ők nem. A nagyfiamnak volt egy olyan éve, amikor futott viszonylag rendszeresen, és egyébként nagyon ügyes volt, tehát úgy gondolom, hogy nagyon tehetséges volt ebben. Félmaratont futott, illetve talán egy 36 kilométeres verseny volt a legtöbb, amit lefutott, ahol végül is korosztályos első lett, tehát ügyes volt. De aztán valahogy így megunta, és azt mondta, hogy nem, és hát erőltetve nincsen semmiképpen, tehát nyilván ezt csak úgy lehet csinálni, hogyha az ember szívből csinálja meg szenvedéllyel, tehát az, hogy menj kifutni, azt nem lehet. És ma, amikor már nem nevezhető a szó, mondjuk képzettségi értelmében amatőrnek, tehát amikor már tényleg annyi minden van maga mögött, annyi tapasztalat, hogy mit, hogyan, 245 kilométeres távok azért, nem akármi ezt végigfutni. Még akkor is, hogyha ezek szerint lehet, mert hatszor megpróbálta. Az alkata akkor is ilyen volt, mikor elkezdte? Igen, sose voltam sokkal nagyobb darab. Ilyen gotikus. Talán egy-két kilóval több volt rajtam, de egyébként nem. Nagyjából ez. El tudnám mondani azt, hogy miért leli ebben örömét? Most elfelejtve a távolságokat, meg a nagy igénybevételt. Ezen én is sokat gondolkodtam, mert tehát nyilván ez sokszor kérdés, hogy miért is csinálom, mikor... Mert van, aki azt mondja, hogy a táj, meg a... Én ebben nem nagyon hiszek, hogy az ember ez már, ilyen... Azt gondolom, hogy egy idő után már majdnem mindegy, hogy hol vagyok egy ilyen hosszú verseny alatt. Nyilván sokkal jobban szeretem azt, amikor A pontból B pontba futok, mint a spártatlanon, hogy ugye változnak körülöttem a dolgok. Még mondjuk egy 24 órás futáson, ahol ugye körözünk egy kis körön, az azért így mentálisan... A 24 órás futás az egy viszonylag szűk területen? Igen, az mentálisan nagyon nehéz. Igen, igen. Tehát, hogy nyilván azért az ember látja, hogy mi van maga körül, és látja a környezetet, de itt azért nem az, ami leginkább örömet okoz, azt gondolom. Ezeket a versenyeket... Talán befejezni a legjobb, és megélni azt, hogy azokból a nehézségekből, amikkel ott találkozunk, hogy ki lehet jönni. Tehát számomra ez a legnagyobb vonzerő, megélni olyan mélységeket, és kijönni belőle. Tehát az hogy az a tudat, hogy ezen túl vagyok, és hogy megcsináltam. Hogy erre képes vagyok, igen, igen. Tehát hogy megélni azt, hogy sokkal több erő van bennem, mint amit a testem tudna adni. Ez abszolút nem csak fizikai sport, hanem itt nagyon nagy a mentális oldal. És ezt nagyon-nagyon jó megélni, hogy az ember lelkileg, a lelkével milyen nehézségeken képes túl lendülni, hogy olyan dolgokból tud kijönni, hogy a teste az már rég nem akar menni. Tehát az már ott talán már a felénél leült volna, de hogy van egy olyan részünk, ami ezen felül tud emelkedni. Két dolgot szeretnék kérni magától. Az egyik az, hogy mondja el, mert valószínűleg nagyon kevés, de azért hadd halljuk, hogy milyen szabályok közt van egy ilyen nagyon hosszú távú verseny. Tehát mit engedhet meg magának, értem ezen azt megállni, stb. Frissítőt magához venni, és hogy vannak-e szabályai, és melyek ezek. Aztán ez egy nehezebb dolog, annyira szeretném, hogyha egy konkrét versenyén, valamelyiken nagyon nagy távú versenyén visszaemlékezne, hogy ahogy szakaszról szakaszra haladt, válságpontok, hogyan került túl rajta, mit csinál, volt ehhez valamiféle technikája, és így tovább. De kezdjük előbb a szabályokkal. A szabályok azok gyakorlatilag versenyenként teljesen változók. Tehát vannak olyan ultratávú versenyek, mondjuk mint az Ultra Balaton, ahol ugye egybe futjuk körbe a Balatont, ahol a szabályok megengedik azt, hogy akár egy kerékpáros kísérő mondjuk a futó mellett haladjon végig. Ez egy nagyon nagy könnyebbség, mert folyamatosan akkor veszi igénybe a frissítést, hogyha szüksége van valami biztatása, ott van mellette valaki. Tehát ezek a könnyebb versenyek, amikor
azt gondolom, bár nem biztos, hogy az a jó, ha van mellettünk valaki, ez a másik, tehát hogy jobb, ha az ember nem tud panaszkodni bizonyos szituációkban, legalábbis nekem jobb. A spártatlanon ott például, ott nagyon szigorú szabályok vannak a segítésre. Gyakorlatilag most változtatták a szabályokat, végülis maratoni távnál lehet először adni a külső segítőnek nekünk valamit. Tehát 42 kilométernyi futás, amikor se társ, nincs senki, igen. nem szól az emberhez, és ott 42 után kaphat frissítőt. Igen, de úgy, hogy ott az asztal mögött áll az én segítőm, és odaadja, de nem haladhat mellettem semmit. Tehát ő nem lépkedhet mellettem. És a spártatlonon ezen a 240... Bocsánat, egy szóra csak, hogy arra az időre megállhat, vagy lépdelnie kell legalább? Megállhatok, akár le is fekhetek aludni. Tehát bármit csinálhatok, csak ne csúszak ki a szintidőből, ami mondjuk a spártatlon a 36 óra, tehát abban azért sok megállás nem fér. A 27 órás, ami nekem a legjobb teljesítésem, ugye kicsit 27 órán belül, abban meg végképp nem fér bele ilyesmi. Tehát nyilván az ember minél jobb eredményt szeretne, annál kevesebbet szabad állni. És folyamatosan haladni kell ugye Spárta felé. A spártatlon 14 olyan hely van, ahol az én kísérőm oda jöhet, és odaadhatja az asztal mögül a kezembe, amit én kérek, és azt mondhatja, hogy jó vagy, meg csináld, meg ügyes. Tehát ennyi, ott borzasztó kevés, ez nem haladhat mellettem, azonnal kizárják a versenyzőt a versenyből, mihelyest külső segítséget kap. Mondjuk lehet, hogy egyszer figyelmeztetik, de másodszorra kiveszik. Tehát ez a külső segítség, ha hozzászólni se nagyon lehet. Nem nagyon szeretik, tehát hogy mondjuk ott az asztal mellől mondhat valamit, de az, hogyha nem azon a helyen, hanem a pályán valahol haladna mellettem autóval, és ott mi beszélgetünk, és azt meglátják a szervezők, azért biztos, hogy szólnak. Tehát ezt nem lehet. Úgyhogy a spártatlon az ilyen szempontból az egy nagyon szigorúan szabályzott, de ez versenyről versenyre változik. A 24 órás versenyeken ugye ott megvan egy fix pont, ahol áll a kísérő, és mindig ott találkozok vele. És ez az, ami szűkebb területen megy. És vannak technikái, hogy hogyan küzdje le ezeket, amikor, hát ugye, Megy az ember. Mi jár az agyában? A versenyen azért eléggé csak a versenyre koncentrálok, illetve az ott levő tennivalóimra. Tehát ezt azért alaposan nem úgy van csak, hogy odaállok, és akkor majd lesz, ami lesz, hanem én nagyon tervezős vagyok, tehát én otthon mondjuk egy hónapot előtte ráfordítok arra, hogy végig gondoljam, hogy melyik szakaszon mi fog történni, hogy ott mit látok. De mi ez konkrétan például? Mondjuk vegyük a spártatlont, mert abban már azért úgy van rutinom, mondjuk 6-szor megjártam. Tehát van a konyhán falán ilyenkor a spártatlon előtt egy térkép, ami a versenynek az útvonala, rajta a városokkal, és akkor én ezt szépen megtervezem, hogy melyik városban én nagyjából hány órakor fogok érni, illetve akkor nem nagyjából, tehát percre kiszámolom, illetve hogy a két város között én milyen tempót szeretnék futni, ez nyilván mindig függ az aktuális állapotomtól, tehát ezt előtte hónapban tudom megtervezni, mert akkor tudom, hogy én milyen szinten vagyok. Tehát fölállítja résztávokra. Igen, tehát szakaszokat futok, 246 kilométer az úgy sok lenne, viszont a szakaszok feldolgozhatók, és én amikor teljesítek egy-egy szakaszt, mondjuk maratonhoz elérek úgy, ahogy én azt terveztem, és azon a szakaszon megittam mindent, mert ez borzasztó fontos, hogy a frissítés az egybe legyen. Az is megvan szabva, persze, az hogy is mi teljesen legyen. Ki van találva. Tehát, hogyha én ezt megcsináltam, akkor ott megdicsérem magam, és akkor megvan egy valami, és akkor ez így rendben szépen, és akkor jöhet a következő 20-as, vagy 15-ös, vagy a következő szakasz, amit most megint meg kell csinálnom. És én nem nézek odáig, Spártáig, nyilván mindig afelé haladok, de mindig csak az adott szakaszra koncentrálva. És hogyha megvan, akkor az jó, akkor mindig van egy kis cél, egy kis sikerélmény. Hogyha nem úgy jött össze, azon akkor nyilván nem görcsölök különösebben. Próbál akkor gyorsítani? Tehát, hogy... Hát igen, azért ismerem azért nagyjából magam, hogy mi az, ami még kicsikarható, és mi az, amikor egyszer nem tudom tovább feszíteni, de sokszor van, hogy vannak szakaszok, mondjuk kicsúszom a tervemből, de van, hogy azt utána vissza tudom hozni, törekszem rá, de nem minden áron. Tehát egy ilyen hosszú verseny alatt annyi minden történhet, hogy 100%-osan nyilván nem lehet eltervezni, de van azért, hogy sikerül. Tehát magyarán szóval ezek ilyen résztávokra fel van osztva, és így megy végig benne. De azért kérdeztem,
azt sem hívtam technikának, jobb szó ilyen, hogy az ember mivel foglalja el magát. Hát nem... Ja igen, onnan kanyarodtunk ide. Végül is egyrészt ezekkel vagyok elfoglalva, hogy azt, amit én elterveztem, tempót nézem, hogy ott vagyok-e, pulzus tartomány, ez nagyon fontos. Tehát, hogy... Viszi magával papíron, vagy fejből a tudja? A csuklópántomra rá van varva mindig. Ez nekem ilyen babona. Van egy pár, ez is köztük van. És akkor azt azon tudom nézni, hogy akkor a tempót is, meg hogy ott vagyok-e annyi időre. A másik, mert hogy meg is tanulom, tehát én tudom, hogy ez mint egy lecke szépen, én megtanulom azt, egy előtte már hetekkel azt nézem, hogy ránézek az órára szombat délután 3-kor, akkor nekem tudnom kell, hogy én mondjuk 4 hét múlva ilyenkor hol leszek. Tehát ez egy ilyen, ez nekem része a felkészülésnek, hogy tudjam hetekkel előtte, és akkor ezzel szoktam is játszani, minél közelebb van a verseny, hogy nézem az órát, és akkor hol vagyunk, megerősítem a térképen, hogy tényleg ott vagyok-e, kb. Mi lesz ott, mit látok, kezd-e sötétedni, hogy érzem magam, nyilván mindig arra gondolok, hogy jól érzem magam, jobban, mint előtte években, tehát így próbálok valami pozitív képekkel összehozni ezt, és tehát részben ez az, amivel el vagyok foglalva, az ember nagyon le tudja kötni, hogy a frissítését megegye, ez nem egy egyszerű dolog. Legalábbis én elég gyomor problémás vagyok, tehát az, hogy arra figyelni, hogy mennyi van még a kulacsba, az ki kell innom a következő állomásig, mert csak akkor lesz rendben ez a dolog. Nyilván lehet nézegetni, az első 100 kilométeren azért még lehet beszélgetni, ott azért vannak még futótársak, ott még az ember nem magányosan fut, aztán azért eléggé megritkul a mezőny. Ja, igen, ez a másik, hogy az egymáshoz való viszony, hát egyszerre indulnak, egy jó darabig, igen, gondolom, együtt is haladnak. Igen, egy darabig. Nyilván itt azért egy ilyen versenyen akár 10 órás különbség is lehet ott a mezőnyben, a célba éréssel. A spártatlan például a mezőny nagy része, ugye 36 óra szintidő, 34 és 36 óra között érkezik be. Közel a 80% a mezőnynek, tehát ott az sűrű. De az élmezőny, ahol azért az utóbbi 5 évben mozogtam, az azért nem sűrű, tehát ott nem nagyon látunk mást, úgyhogy ez egy eléggé magányos dolog. Nem föltétlen rossz ez, de az elején nem lehet beszélgetni, utána meg már az ember nem is vágyik rá, tehát se ereje, meg azért nagyon sok az olyan óra, amit az ember azért elég jól befordulva tölt magába, és csak rakja az egyik lábát a másik után. Milyen válsághelyzetek következhetnek be, görcs, tehát fizikális egyrészt, nézzük azt. Nekem, én szerencsés vagyok, ilyen szempontból így görcsém nem szoktak lenni. Nekem ami a folyton a nehézség, az mindig a gyomrommal van, tehát hogy nem tudom már megenni, illetve visszajön belőlem minden, tehát leginkább ezzel kilódok, és ugye ennek van utána egy olyan hatása is, hogy mivel nem tudok enni, energetikailag fogyok, tehát fizikálisan gyengülök, közben haladnom kell, mert hát mindez nem állva történik velem, hanem futok és próbálom erőltetni, amennyire csak tudom, hogy azért menjünk, meg hát folyamatosan próbálkozok azzal, hogy hát ha bennmarad valami, ez van, hogy ilyen órákon át történő kísérletezgetés, hogy előbb-utóbb csak ott marad valami, és nem látom viszont, de hát ez nyilván... Mivel nincsen energia bennem, egyrészt fizikálisan is gyengülök, másrészt ez mentálisan is ez nagyon kimerítő. Tehát, hogy már az ember nem tud úgy gondolkodni, hogyha nincsen benn elég energia. Tehát itt azért ilyen szituációkban nagyon sokan kiszállnak, és itt kell a kísérő. Velem nem szokott ilyen lenni, de itt nagyon fontos mondjuk egy kísérő, amikor mondjuk ott a futó egy... több mint 20 órás futás után alváshiánnyal és eleve nem is kap elég energiát, mondjuk az agya, és akkor képes levenni a rajtszámot, és azt mondja, hogy én most hazamegyek, és akkor itt a vége. Itt kell egy jó segítő, aki azonnal beletölt valamit. Itt egy energiazselé csodákat tud tenni, és akkor tovább lehet rúdosni a futót, és utána megint fog tudni menni, de ezeket a kríziseket kell kezelni. Én ilyen szempontból azt gondolom, hogy általában nem vagyok nehéz eset, tehát ritkán kell meglöködni, hogy menjek, de azért ezeket meg kell oldani, nagyjából meg tudom egyedül, tehát arra gondol, vagy máskor is megcsináltam, hogy miért vagyok itt, hogy én ezért mit tettem nap, mint nap, ezt nagyon jó előhozni, hogy nem azért futottam, nem tudom, mikor hajnalban, meg jeges esőben, meg bármiben, hogy most itt én kiszálljak. A másik, ami nagyon nagy segítség, hogy
hogy arra gondolni, hogy ha most kiszállok, akkor holnap mi lesz? Tehát akkor hogyan tudok elszámolni a lelkiismeretem, hogy tényleg olyan állapotban vagyok, hogy ez indokolt, hogy én most itt hagyjam, mert ott azon a pályán mindenkinek fáj valami. Ilyen érdekes, hogy ebben is laikus ember úgy képzeli el, hogy a jó megoldás az, ha eltereli a gondolatát az éppen adott eseményről. Ittem volna én laikusként, hogy gondol erre, gondol arra a múltjából, vagy nem tudom, mit látott a világban, akármiről. És akkor azzal nem, és akkor nem tölti be az, ami a teljesítmény, ami a feladat, ami előtte áll. És ahogy magát hallgatom, pont fordítva van, hogy nagyon tudatosan a cél van állandóan a fejében. Igen, igen, ilyenkor abszolút az. Tehát, hogyha csak lépek egyet, már annyival közelebb van Spárta, ha meg még egyet, akkor annyival, és annyival kevesebb lesz, és menni kell, és oda fogunk érni. Igen, tehát én ilyen vagyok, nem tudom, nem biztos, hogy mindenki, de azt mondom, hogy ott azért a gondolkodás már egy picikét azért beszűkül, tehát különösebb nagy dolgokon az ember nem tud elmélkedni. Tehát ez, amit egyszer a Klein Dáviddal beszélgettem, és ő mondta, hogy ő mondjuk egy bizonyos magasságban... Ugye azt számolja, hogy egy meg egy az még megvan-e, vagy ilyen egyszerű dolgok megvannak-e, mert az embernek egy bizonyos állapotban beszűkül a gondolkodása, tehát hogy túl nagy dolgokat ott nem tudok kitalálni, viszont nekem megvan általában a tervem, hogy mire fogok gondolni, melyik szakaszon, és ez ugyanúgy oda van írva a térképre. Tényleg? Igen. Mondjon egy párra. Borzasztó egyszerű, mondjuk azt tudom, hogy melyik szakasz a nehéz, és akkor odaírom, hogy többre vagyok képes. És ezt, hogy többre vagyok képes, ezt órákon át lehet mantrázni, és ez nagyon visz előre. Tehát ilyen borzasztó egyszerű dolgok. Hát ez nyilván a maga alkatának felel meg legjobban. Igen. Lehet, hogy nem mindenkinek, de igen, aki önmagát tudja a feladatra motiválni. Élelmetes. És kísérője állandó van-e? Mert épp az imént mondta, hogy a nehéz pillanatban azért, hogy ott legyen valaki, aki ad valamit enni, hogy... Igen, nagyjából a csapat az ugyanaz. A férjem az, aki mondjuk 90%-ba kísér. A spártatlanokon ott mindig ő. Vannak szituációk, amikor nem jó, hogy ő kísér. Mert miért? Egy körözős versenyen nem jó. Tehát az, hogyha gyakran látom, az nem jó, mert ő a férjem, és neki nem az a feladata, hogy kikényszerítse belőlem a legtöbb, a legjobb sportteljesítményt, hanem azt, hogy szeressen és sajnáljon. És a kettő dolog nem fér meg. Tehát, ez olyan, mint anya edző. Igen, tehát nekem ez nem fér össze, és erre rájöttünk azért évek alatt, hogy a 24 órán nem jó, hogyha ő van ott, mert túl gyakran látom. És hajlamos előjönni belőlem azt, hogy gyenge vagyok, és hogy igenis pátyolgatni kell, és hogy most nekem nagyon rossz, és vegyél ki innen. Tehát, hogy ez nem jó, egy spártatlanon jó, mert annyira ritkán tudunk találkozni, hogy akkor úgy pont jó, hogy futok, hogy tudom, hogy 15 kilométert még futok, és akkor látom, és akkor... Ő jelenti a külvilágot is. Igen, igen, és akkor ő akkor mond valami kettő jót, és akkor megyek tovább, és akkor megint ott lesz majd, de se időm, se semmi olyan nincs, hogy én nagyon ott tudjak panaszkodni, vagy sajnálni önmagamat. És az, hogy orvos tud-e segíteni? Persze, ez is nagyon jó, igen, igen. Tehát, hogy a problémáimat akár, hogyha kell valami gyógyszer, vagy azért biztonságban érzem ilyen szempontból is magam mellette. Tehát ő szokott így az A-ból B-be futásokon segíteni, a körözős versenyeken ott pedig vagy egy barátnőm, vagy van egy jó barátom, mind a ketten ultrafutók. Én ezt nagyon fontosnak tartom, hogy csinálják ezt, és hogy tudják, hogy én megyek keresztül. Szerintem az igazi segítő az azért... Főleg azért nagyon sokat kell improvizálni, tehát én hiába írom neki oda, hogy most ezt kell ennem, hogyha egyszer nem tudom megenni, ő neki tudni kell, hogy mi az, ami mondjuk azt kiváltja, vagy mi az, ami bizonyos szituációkból ki tud majd hozni. Úgyhogy mind a ketten ultrások, vagy egy barátom szokott jönni, vagy egy barátnőm a körözősekre. Akárhogy is kerülgetném, meg kell kérdeznem, hogy az evésen kívül nem csak van más testi szükséglete is egy ilyen hosszú távfutónak. Arra hogy van lehetőség? Körözős versenyek ott ugye egyszerű, mert ott ugye vannak ki mobil WC-k a körön, tehát hogy mondjuk akár ilyen világversenyeken, ott ez teljesen
megoldott. Hát egy ilyen A-ból B-be meg az út mellé kimegy az ember, mert ott más de lehetőség nincs. Meg kell állni, tehát persze. Ki kell vonulni, tehát nem lehet. Nem jó, hát ez pár perc. Hát de hogy nem. Az nem is lenne jó, hogy 20 órákon át nem lenne ilyen. Meglehetősen csodálatos, csak azt próbálja az ember elképzelni. Most magamról nem beszélek, mert már túl koros vagyok mindez, de rettenetesen furcsa, és annyira szeretném, hogyha el tudnám mondani nekünk valahogy, hogy mi az örömforrás ebbe. Mert azt, eddig annyit megértek, hogy mert azt mondta, hogy amikor vége tulajdonképpen leegyszerűsítve, az, hogy megcsináltam. De hát kell, hogy legyen még valami, ami újra meg újra arra sarkalja, hogy ne kivágjon. Pont ez, hogy az, nyilván itt alapból az embernek szeretni kell futni, mert hogyha nem szeretnék futni, akkor nem tudnék egy ilyen versenyre felkészülni. Tehát nekem a futás az egy nagyon jó dolog, ami ha nem is minden nap, de egy nagyon jó szabadságérzés, egy kikapcsolódás, ami rólam szól, ami erősebbé tesz, és amitől azt gondolom, hogy jobb fogorvos, meg jobb anyuka is vagyok. Nyilván maga a mozgás az, amit szeretek. Egy ilyen verseny meg nagyon nehéz ezt elmondani, tehát azt gondolom, hogy tényleg ez, hogy az ember megtapasztalja a saját erejét, és borzasztó sokat meg tud önmagáról, tehát nagyon sok barátom ezt mondja, és ez így is van, hogy ez egy ilyen önismereti tréning, egy ilyen zarándokút mondjuk, mert az idő alatt, amíg eljutok Athénból Spártába, én azt mondom mindig, hogy én azon az úton, azon a 246 kilométeren én mindenemet ott hagyom, tehát fizikálisan is, mert a célban már semmi nincs. Másrészt meg azt gondolom, hogy az összes ilyen szellemi tartalékom is ott van, mert gyakorlatilag, mert az ember odaér a Spárta főtérén álló Leonidas szoborig, addigra teljesen tiszta lesz, és egy csomó mindent tanul magával kapcsolatban, és azzal hogy kapcsolatban, hogy mi a fontos. Tehát ezek ilyen, mint amikor az ember elmegy egy zarándokútra, azt mondom, hogy nekünk ultrásoknak ez ilyen, hogy egy teljes... Egyrészt önismeretben is borzasztó, fontos, mert minden versenyen tanulunk önmagunkról, és nem tudom, tehát ez egy újjászületés, amikor tényleg elveszik minden, de utána... És az utóhatása mi? Másként látja a világ dolgait, az ember leegyszerűsödnek másképp a látja, szűrök. Nyilván másképp látja, tehát nyilván önmagát is, a részben a saját képességeit, az egész élethez való hozzáállás változik, azt gondolom, mert ugye általában nagyon sok ember a pici dolgokon problémázik, amik igazából nincs jelentőségük, és azt gondolom, hogy ha valaki megcsinálja versenyeket, én azt gondolom magamról, hogy utána az ilyen hétköznapi problémák, azok ilyen nagyon, nagyon egyszerűnek tűnnek és megoldhatónak, mert sokkal nagyobb dolgokat megoldok annál, mint hogy nem tudom, egy hétköznapi dolog, hogy most mit hogy intézek el, vagy hogy oldódik meg. Nem tudom, tehát azt gondolom, hogy tényleg leginkább ezt, tehát nekem, én biztos, hogy sokat változtam, amióta ezeket az ultrákat futom. Az ember sokkal türelmesebb is lett másokkal is, és ott is annyiféle ember van, ugyanazzal a szenvedéllyel, ugyanaz a szenvedély hajt bennünket, mert azt gondolom, hogy ez csak szenvedéllyel lehet csinálni ilyen extrém dolgokat. De egyébként nem, ott nincs mód arra, nagyon gondolom, de lehet, hogy tévedek, hogy tudom én, előtte vagy utána beszélgessek. De a Spártatlan az abszolút ilyen, igen? Tehát ez egy nagy család. Igen, tehát megyünk, és nagyjából ugyanazok az arcok, persze mindig vannak új emberek, de visszajárunk nagyon-nagyon sokan a világ minden tájáról, és az évnek ezen a napján találkozunk ott előtte, hát ott az, amit mikor hazamegy az ember a nagy szüri napjára, és akkor összejövünk, és akkor nagyon örülünk egymásnak, egy csomót beszélgetünk, aztán ott a verseny, amikor mindenki megjárja a maga kis útját, vagy sikerrel, vagy nem, és akkor a végén meg együtt sírunk, meg örülünk, utána még rengeteg olyan rendezvény van ott kint, amikor rengeteg mi együtt vagyunk. Mit jelent? Napokig még ott vannak? Hát, igen, végülis úgy van, hogy ugye a pénteken reggel van a rajt, és szombat estig kell beérni, ugye 36 óra van rá,
Szombaton este már van egy ceremónia a Spárta főterén, ahová azért odajön a mezőny nagy része, ahol együtt vagyunk, tudunk beszélgetni, van egy ilyen kis spártaiak, egy színdarab, előadást, ez nagyon szépen meg van komponálva. Másnap, vasárnap van egy közös ebéd, ami fantasztikus, mindig egy ilyen óriási nagy kerthelyiségben, és az összes kísérő, az összes futó ott van. Mekkora mezőny ez általában? 390-en indulhatnak egy évben. És még a kísérőkkel egy... Meg van szabva a felső igen, határ. Igen, igen. 390 indul el, célba érkezik. Hát jó évben fele a mezőnynek. Ezen a vasárnapi ebéden szintén műsor, megbeszéljük, ugye mindenki nyalogatja a sebeit, de ez tényleg ez az együtt sírós, együtt örülős, mert aki nem ér végig, az is azt gondolom, hogy nyilván mire odaér, rengeteg mindent tett azért, hogy ott legyen, és ez is egy nagyon jó dolog, ott ez a spártai ebéd. Ilyen tradicionális görög ételek, és zene, és fantasztikus. És például azok, akik útközben imitam, ott végül is kénytelenek feladni, nem bírják tovább, azok is részt vesznek azért? Persze. Igen. Ebbe ez a jó. És utána hétfőn pedig Athénban van egy nagyon nagy záró ceremónia, ami nagyon díszes körülmények között. Az nagyon tetszett nekem, amikor olvastam, és az egy remek dolog, hogy nincs győztes meg helyezett. Tehát mindenki, aki teljesített, igen, győztes. Mindenki győztes. Igen, így van. Csak van első győztes, második győztes azért. Igen, de igen. Hát aki legyőzte... Ezt megcsinálni iszonyat nagy dolog. Fantasztikus nagy dolog. Igen. És csak hát hiszen most végigjártuk valamelyest az utat itten magával, és él egy környezetben, ugye a családban, akiket támogatást annyit kap tőlük csak, mert hát futni magának kell a végén, akárhogy is van. Hogy tudomásul veszik, hogy az anyu vagy a feleség az azért elmegy hajnalba futni, vagy este, és még nem otthon van, hanem fut valahol. Igen, azt gondolom, hogy ebbe azért nagyon jól belenőtt a család, tehát, hogy ők ezt megszokták. Apránként növekedtek ezek a távok, meg a célok, és nekem a gyerekeim ebben nőttek föl, és mindig úgy próbáltam csinálni ezeket a dolgokat, hogy ők minél kevesebbet észleljenek belőle. Tehát alvás idő, amikor ők iskolában vannak, ugye én nagyon sokszor délután rendelek, és amikor suliban vannak, akkor futok, tehát ők azt nem tudják, hogy én akkor mit csinálok délelőtt, éppen kin vagyok, és végigfutom a délelőttöt. Hányszor rendel egy héten? 3-4, attól függ, hogy hogyan tudom beosztani. És ez azért több órás elfoglaltság. Hát akkor egy 7-8 órát rendelek egyben. 7-8 órát, hát, és fogorvos jószerivel áll egy helyben, másrészt pedig a fogorvos, hát ahogy én ismerem a fogorvost, ugye az egy rossz testtartás. Igen, nagyon nehéz egyébként sokszor, tehát ugye azért rendelek ilyen sokat, hogy legyen egy-egy olyan napom, amikor nem rendelek, tehát egyébként eloszthatnám máshogy is a betegeket, nekem így én könnyebben meg tudom így oldani a dolgaimat, tehát kell egy olyan nap, amikor otthon egy picit utolérem magam, ezért a három gyerekkel meg a családdal is bőven van otthon teendő, és inkább így rendelek, hogy egyszerre többet, de ez mindig olyan, hogy tényleg megállás nélkül, tehát mondjuk kimegyek délbe, és akkor van, hogy este 9-9. Nem Nagykanizsán, valahol a periférián. Igen, Nagykanizsától egy 20 perc, 15-20 perc alatt átérek, én Hahótól rendelek, és a férjem is ott dolgozik. Ő is orvos. Ő a házi orvos ott. És ott, ugyanott. Igen. Végül is miatta dolgozom ott, mert előbb neki volt ott a körzete, és mi évekig ott éltünk a Hóton. De háztartást nem vezet? Hát dehogy nem. Főz? Hétvégén. És akkor hol lesznek a népek otthon, egyébként? Otthon, de hozzuk az ebédet, de egyik sem eszik a suliba, hanem szerencsénk van, mert ott a utcánk végén van egy nagyon jó konyha, akik napi szinten főznek, és akkor hazahordom a menüt. Magának van valami diétája? A futás vége. Minél többet tenni, azt próbálom. Jó, hát az követni. Őszintén szólva nem akarom, mert nem udvarias dolog, de annyira szeretném, ha egy pillanatra fölállna, hogy lássák a nézők, hogy olyan, mint egy ceruza. Fantasztikus. Nem, ne álljon föl, de az jár folyton a fejemben, amióta megláttam, hogy
iszonyatos, hogy milyen vég. Hát a szó nem rossz értem, de azt hiszem ez is benne van a csodában, mert az ember látja a távfutókat a rendes pályákon, a futópályán, meg az olimpiákon, és tudom, hogy azért ennek van egyfajta alkati, a hosszú távfutásnak van egyfajta alkati igénye. Tehát, hogyha ehhez megfelelő vál, stb. Minden testsúlya lenne. Azt azért megmondja, hogy hány vinni. Kiló? 50 körül. 50. Jó esetben 50 azért meg. Amikor nem fut éppen. És milyen magas? 169. Vagyis mondjuk 170, hát akkor az körülbelül nem, ugye nem, ne álljon fel szegény, mert nem is volna, én szégyelném el magam, de 50 kiló, 170 centi, ez el lehet képzelni, hogy milyen karcsú az, hogy... És hát meddig? Hát többször mondtam már, hogy majd már jövőre nem ennyire. Azt gondolom, hogy én nagyon szeretnék életem végéig futni, és nagyon boldog lennék, hogyha az utolsó nap is még futhatnék, mert nagyon szeretek futni, és ez nagyon most sokat hozzátesz. Ez borzasztó patetikus hangzik, nem baj, ha így érzi, akkor... Nem, ezt szeretném, de itt nem a versenyzésről van már... Nem magán múlik elsősorban. Nem rajtam, én azt mondom, hogy nagyon nagy ajándék lenne az élettől, hogyha én tudnék végig mozogni. Versenyezni ilyen szinten azt gondolom, hogy nem szeretnék már sokáig. Tehát én most már 11 éve rengeteg energiát beleteszek ebbe, amatőr futóként. Tehát, hogy itt azért mások a regenerációra fordítható idők, mint egy profinál. Tehát lehet, hogy megcsinálom azt az edzésmunkát, mint egy profi, csak én utána kimegyek, és még állok egy 7 órát a szék mellett, utána meg hazamegyek, és a gyerekeimmel vagyok, meg elvégzek, meg mosok, meg pakolok. Tehát, hogy azért az én esetemben azt gondolom, hogy ez a kritikus, hogy mennyit tudok arra szánni, hogy pihenjek, ami azért kellene. És én ezt így csinálom most már 11 éve, évi 3-4 nagyon kemény versennyel, ami azt jelenti, hogy ezekkel a 200 km körüli versenyeket mondom én nagy versenynek, a felkészülési versenyeim vannak ilyen 100 km körül, mondjuk 60-tól 100 km-ig, amit úgy nem számolok bele a évi versenyek közé, és ez rengeteg energia. Tehát, hogy gyakorlatilag nincs másra időm, mint dolgozok, van a családom, de már nem férnek bele barátok, már nem fér bele, hogy elmenjünk bárhová, és végül is így élünk 11 éve. Nekem még volt egy nagyon nagy álmom, amit szeretnék megcsinálni egy verseny, ez remélem, hogy idén sikerülni fog, mert a nevezettek között vagyok, tehát kijutottam az amerikai Badwater-re. Nálunk ez azt mondom, én ugye zömében aszfalton versenyzek, ez így az aszfaltos ultráknak így a világon a csúcsversenye. Ez 217 kilométer, és 4500 méter szintemelkedés van benne, tehát kell fölfelé menni rendesen, és hát ez egy sivatagban van. Nekem ez még egy olyan dolog volt, ami úgy hiányzik az én történetemből. Ez a kihívás. Igen, és július 10-én ott lehetek a rajtnál, és remélem, hogy sikerül teljesítenem. Idei tervek közt van még az, hogy szeptemberben még kimegyek a Spartatlonra. És ez utána, lesz a hetedik. Igen, és utána meglátom. Valahogy most úgy érzem, hogy szeretnék egy kicsit hobbibb futó lenni, kicsit rövidebb versenyekkel, és nem azzal a fókuszban, hogy meg kell felelni a saját és mások elvárásainak. Most már mindent megcsinált. Nagyon sok mindent megcsináltam, én is úgy érzem, és lehet, hogy már szeretnék egy picit lazábban hozzáállni ezekhez a dolgokhoz. De még ez a most elmondott, ez még azért... A Badwater még nem engedi, hogy lazítsak. Ott fenyegetően. Igen, ez most nem a lazítós időszak még. Igen. És financiálisan, ha nem vagyok nagyon indiszkrét, hát, hogy ez amatőr lévén úgy gondolom sok támogatást nem kaphat? Nem, nagyon sokáig semmit, tehát nagyon sok eredmény kellett ahhoz, hogy bárki odafigyeljen rám.
de azért 2011-ben nyertem először a Spartatlont, azért az egy elég nagy dolog volt, mert előttem egyetlen egy magyar nyerte, Bogár János 20 évvel előttem, és hát ezt így magam sem nagyon tudtam fölfogni, úristen, ez hogyan történt velem. Nagyon szerettem volna, de hogy sikerült, az nagyon jó dolog volt, és onnantól kezdett egy picikét így több figyelem terelődni rám, onnantól már voltak terméktámogatóim, és a tavalyi évtől már... Van magára írva? Nem tudom, hogy lehet-e mondani, vagy... Nem kell kimondani, csak az, hogy van. Igen, tavalyi évtől van már egy olyan támogatóm, akinek köszönhetem azt, hogy az idén ott lehetek a Badwater-on. Igen, meg gondoltam, most kötlött föl bennem is, hogy ugrott elő, hogy azért amatőr ide, amatőr oda, hát azért ez anyagi áldozat. Ezek nagyon költséges versenyek. Igen. És ilyen külön étkezési szabályok, hogy mit kell enni ahhoz? Van-e? Hát, gyakorlatilag az esetemben leginkább minél több szénhidrátot, és mivel mondta itt a súlyomat, hogy nem túl sok, tehát hogy így próbálni minél, hát én nem tudok egyszerre sokat enni, tehát így próbálok naponta többször, tehát minimum 5-ször enni, és magasabb szénhidrát tartalmú ételeket. Nem föltétlen az egészséges táplálkozás, amit nekem kell folytatni, mert hogyha túl sok zöldséget, gyümölcsöt ennék, az rengeteg helyet foglalna a hasamba, és a kalóriák azok nem lenne elég a kalóriabevitel. Úgyhogy én nagyon szeretem az ilyen olasz konyhát, tészták, pizza, egyébként meg imádom a rétest, meg a péksüteményeket, úgyhogy zömében ilyenek, és vegetarián is egyébként 18 éves korom óta. Tehát ez viszont ennek nincs köze a futáshoz. Kicsit elképedten hallgattam végig, mert az olvastam, hallottam, de még nem találkoztunk, de egy korábban említettem is, és az, hogy ez csodálatra méltó teljesítmény, ez nekem közhely természetesen. De igazán mondom, hogy boldog ember, biztos vagyok benne. Mert ennyi mindent mondhatja azt, hogy megcsináltam, képes voltam rá, azt hiszem, az boldogság kell, hogy legyen. Mindenképp, én azt mondom, hogy én borzasztó szerencsésnek tartom magamat, mert gyakorlatilag mindenem megvan, amiről én valaha álmodtam. Tehát van egy olyan munkám, amit imádok, tehát egyszerűen nem tudnám elképzelni, hogy én nem megyek ki a rendelőbe, mert hogy én azt annyira szeretem csinálni. Nyilván fölmerült már, mivel annyira sok mindennel foglalkozom, hogy mi lenne, hogyha egy pár évet ezt így hagynám, és lenne a futás, elég sok motivációs tréninget is tartok, és lennének a motivációs tréningek, és most meg a család is egy picit ezt hagynánk, és nem tudom elképzelni, tehát hogy engem boldoggá tesz, én nagyon szeretem csinálni, mindig is azt szerettem volna csinálni. Van csodálatos 3 gyerekem, tehát azt gondolom, hogy abszolút érettségizik a legnagyobb, igen, ugye igen, most? Igen, most érettségizik, és azt gondolom, hogy nekem az nagyon nagy boldogság, hogy tudom, látom rajta, hogy tudja, hogy mit szeretne, hogy mit szeretne elérni, hogy vannak céljai, hogy azért megtesz mindent, egyébként nem egy görcsös gyerek, de ami kell, azt afelé halad, a többit lazán veszi, és ez nagyon klassz, mert én sose tudtam ilyen lenni, ez a lazaság hiányzott, és ez nagyon tetszik, hogy ő benne megvan. Van egy fantasztikus zenebolond középső fiam, aki szintén... Játszik is valami? Igen. Dobol, gitározik és zongorázik, meg ukulelézik is néha. Szintén csoda látni. Ukulelézik? Igen. Saját magának találta ki ő? Igen, nem zenél senki a családba, és ez nekem annyira... fura dolog is, de főleg azt, hogy ennyire ügyesen csinálja, és én nagyon boldog vagyok, hogy talált valamit, ami neki olyan, mint nekem a futás. De pengetős hangszer? Az ukulele, igen. De ő hétvégente napi 10-12 órákat zenél, mert ez az élete, és ez nagyon klassz, hogy ő is megtalálta azt, amit imád, és vég nélkül képes csinálni, és benne van a szenvedély, ami bennem a futás iránt. Ezen kívül ugye ott van nekünk a pici, a 12 éves, aki még ugye általános iskolás, és hát ő is egy borzasztó nagy öröm. Most legyen szíves a negyedik gyerekről is beszéljen egy kicsit.
akkor ne hagyjuk ki a férjét. Hát ez meg azt gondolom, hogy annál nagyobb ajándék, hogy valakivel így élek 18 év házasság után, 23 éve ismerjük egymást, tehát már az életem fele az már az övé. Ő nekem fantasztikus társ, tehát nagyszerű apuka, és nekem azt gondolom, hogy olyan férjem van, amit lehet, hogy ezt nem is kértem volna, hogy ennyire jó legyen, vagy ezt nem tudtam úgy elképzelni, mint a három gyereket, túl teljesít. Tehát a három gyerek meg a munka, az talán, vagy a fogászat, azt elképzeltem és szerettem volna. Ezt valahogy nem is tudtam elképzelni, hogy ilyen jó is lehet ez. Úgyhogy azt gondolom, hogy tényleg, tehát hogy ezen kívül találtam egy olyan hobbit, amit szintén szeretek, és még sikeresen is csinálom. Szóval azt gondolom, hogy nagyon nem kérhetnék többet ennél. Boldog ember, igen, szerencsés, az úgy vele tartozik ezt. Higgy el, ezt nyugodt lélekkel mondhatom magam is. A szerencse a boldogság része, anélkül. Igen, azt gondolom. Szerencse nélkül nem lett boldog se az ember, és nagyon-nagyon-nagyon örült, hogy megismertem. És azt remélem, hogy önöknek is örömet szerzett ez az órácska, mert hogy egész őszinte legyek, maga egy találmány, szóval ilyen nincs ez. Valami, amit nem képzelt el az ember, hogy ilyen harmóniában lehet, és nem kell más hozzá, csak ennyit futni, ha leegyszerűsítjük. Az is része. Köszönöm, Szilvia, hogy eljött végre. Végül ez a lényege a dolognak. Nagyon örültem, hogy itt volt.